hova tűnt hatháziákos? Nem, nem Démon Hill, hanem hatháziákos. Szóval hova tűnt hatházi Ákos? A maga által kiagyalt kamu ügyek feltárásában évek óta fontoskodó hatházi Ákos egyszerűen támforrá változott. Hallgat, mint nyuszi ürülék a mélegelőn, ahogy a modernek és a progresszívek nevezik mostanában a gazt meg a parlakfüvet, amikor napok óta egyre súlyosabb kérdéseket vet fel egy valódi botrány, csekatalin ügye. Pedig nem is kellene hatházinak a világ végére mennie, hogy feltárhasson, elég lenne körülnéznie a sajátjai körében a Momentum házatáján. Ha hatházi, hogy hogy nem eltűnt, nézzünk hát utána a dolgoknak mi. Cseh európai parlamenti képviselő, a Momentum nevű baloldali, szivárvány koalíciós párt politikusa, a Gyurcsány Só egy közepesen ismert szereplője. Cseh Katalin európai parlamenti képviselőként évek óta kizárólag egyetlen dologgal foglalkozik. Minden energiájával a saját hazája ellen dolgozik. Óriási velmenciával és ártó szándékkal áskálódik Magyarország és a magyar emberek ellen. Cseh Katalin unos-untalan használt módszere amivel a hazáját támadja, hogy mindennel kapcsolatban, ami csak mozog, korrupciót, visszaélést, pénzlenyúlást kiált, ezzel vádaskodik. Most viszont akasztják a hóhért, Cseh Katalin finoman fogalmazó is lelepleződött. Kiderült, hogy amit a magyarok tíz és százezreiről folyamatosan hazudott, azt valójában ő maga csinálta. Umbulda, visszaélés, pénzlenyúlás, saját zsebre dolgozás. És Cseh Katalin ezt nem kicsiben tette, hanem nagyban. Kiderült ugyanis, hogy egy Cseh vezette cég és a Cseh család cégének üzleti köre a hazai fejlesztési forrásokat és az uniós támogatásokat rendszer szintűen megcsapuló céghálózatként működött. Kiderült, hogy a Cseh család cége és az egész céghálózat annak érdekében, hogy uniós támogatásokra pályázhassanak, a telephelyeik névleges áthelyezésével ügyeskedtek. Kiderült az is, hogy Csekatalin 2013 és 2018 között egy olyan céget vezetett, amelyik a 2024-es Magyarországi Olimpia megszervezésére hivatkozva nyert EU-s pénzeket. És úgy vezette ebben az időben ezt a céget Csekatalin, hogy közben pártjával, a Momentummal, ezzel párhuzamosan a Magyar Olimpiát fúrta meg 2017-ben. Kiderült ismét, hogy Cseh -Katalint csak a pénz és a hatalom érdekli. Ha reggel és délelőtt az olimpia ellenességet diktálta a hatalmi érdek, akkor olimpia ellenes volt. De ha az uniós és hazai pénzek elnyeréséhez délután és este elkötelezett olimpia kellett lennie, akkor persze az volt. Kiderült ráadásul, hogy az a technológia, aminek a kifejlesztésére a Cseh család cége uniós pénzt nyert, már korábban is létezett, sőt, a Cseh család céghálózatáé volt. Tehát olyan technológia kifejlesztésére kért és kapott Cseh Katalin uniós forrást, ami már létezett. Cseh Katalin és céghálójának ügye komoly kérdéseket vett fel. Az európai uniós forrásokat érintő csalás gyanúja merül föl, ezért a Cseh Katalin ügyben az Európai Csalás elleni Hivatalhoz, az Olafhoz fordulunk. Fekete listára az uniós pénzzel visszaélőket. Meg kell védenünk az uniós pénzeket a korrupciótól. Mi azért dolgozunk, hogy az EU-s pénzeket ne lehessen ellopni. Ezeket mind Cseh Katalin mondta. Természetes hát, hogy e szerint kell eljárni a Cseh Katalin ügyben. Ennyi.